tisztelettel köszöntöm a kedves vendégeket és minden érdeklődőt. A Kertész Imre Intézet és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szervezésében létrejött az Ismeretlen Kertész Imre tanulóévek 1934 és 1955 közötti kiállítás megnyitóján. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nagy örömmel ad helyt a Kertész Imre Intézet kiállításának, amely az író tanulóéveit mutatja be. A nagy közönség számára eddig még döntően ismeretlen fotókkal és javarészt kiadatlan vallomásokkal. Ezzel teljesen új megvilágításba helyezi azt a korszakot, amely hatással volt az író alkotóéveire. A kor technikai lehetőségeinek megfelelően most digitális tartalmakkal is kiegészül a fiatalkori éveknek a bemutatása. Interaktív eszközök segítségével még inkább személyes közelségbe kerülhetnek a látogatók a magyar Nobel-díjas írónk életéhez, korához, és követhetik első regényének, a sorstalanságnak a megszületéséig. Kertész Imre egész élete és műve annak tanúságtétele, hogy életünk miként tehető minden időkben, és különösen a szemét kisajátítani kívánó diktatúrákkal szemben egyén is saját sorsá, és történetünk szolgálhat-e tanúságul mások számára. Írásai ennek a küzdelemnek a folyamatáról és áráról is szólnak, és legalább ennyire arról, hogy a ránk hagyományozott teherrel, tapasztalattal mit kezdhetünk. De vajon mennyire ismerjük a szerzőt magát és a műveit? Az ő esetében élet és mű egyként hangsúlyos, hisz a 2000 szállal fonódik össze, és mint az írók közeli barátja és munkatársa, nyugodt szívvel állíthatom, hogy mindkettő, élet és mű még jócskán felfedezésre vár. Kertész Imre ugyan kívülállásával nem kis árat fizetett, de a legsúlyosabb történelmi időkben is szabad maradt. E szabadsághoz vezető út főbb állomásaival és pillanatképeivel ismerkedhetnek meg a kiállítás látogatói. Ahhoz, hogy az itt megidézett Kertész Imre az ismeretlenségből egyre inkább ismerősként álljon elénk, a kiállítás anyaga nagy szolgálatot tesz, amely március 27-éig lesz látogatható.